fogtechnikusokkal ma még nem volt hozzájuk szerencsénk. Szervusztok! A kezit csókolom. Csokolom. Egy gyors interjút, hogyha megtetszik engedni nekem. Csokolom Újvári Zoltán. Erzsike. Csokolom. Erzsike? Erzsike. Csokolom. Hát ekkora fogat még nem láttam mondjuk. Nem is fennlagyított. Persze nyilván nem Góliáté ez. De hogy az igazság, hogy én is pont nemrég voltam, egy ilyen fogpótlást csináltak, és akkor láttam, hogy kérdeztem a fogorvost, hogy ez hogy csinálja, milyen anyagból, mindig kérdezem, mert nyilván nem teli szája, mert nem mert kérdezni, úgy nem mert kérdezni, de alapvetően ott mindig elmondják az okosságot. Nekem ez a szakma alapvetően megfoghatatlan, nagyon-nagyon nehéz, nagyon bonyolultnak tűnik. Van rá igény, mert gondolom azért van, és a képzés kb. Hogyan zajlik? Igazából mi a Budapesti Komplex Szakképzési Centrumnak a kézművesipari iskolájában vagyunk, és szakgimnázium. Érettségéhez kötött a szakma. A fogtechnika igazából az, hogy amikor elvesztik az emberek a fogukat, és ezt pótoljuk. Orvosokkal dolgozunk együtt, és attól függ, hogy lehetséges rögzített pótlás, vagy pedig kivehető. A kivehető pótlás az, amit ugye a pohárban a nagypapa, nagymama, ugye az úgy esténként elrak. A rögzített pótlás pedig az, amikor beragaszta a fogorvos. Tehát ez egy nagyon lényeges szakma, nagyon szép. Igazából valakinek a rágó képességét, az esztétikai megjelenését állítjuk vissza. Én azt hallottam, hogy a maga a fogtechnikus nem is találkozik beteggel, hanem a fogorvos leveszi a mintát, megnézi, mit kell csinálni, és a fogtechnikusnak kvázi a munka ki van adva. Tehát a fogtechnikus otthoni körülmények között akár, vagy a laboratóriumban, most teljesen mindegy, de kvázi nem is érintkezik az embernek a szájával, hanem ő otthon meccs, amit kell, eljuttatja a fogorvoshoz, megkapja a pénzt, és mindenki boldog. Ez tényleg így zajlik? Nem egészen. Mert tény és való, először elmegy a fogorvoshoz a beteg, paciens. Ott megállapítják, hogy kell pótlást készíteni, akkor leveszi a lenyomatot az orvos, megbeszélik, hogy kivehető vagy rögzített, utána elkerül a fogtechnikai laborba. Nagy többségében tényleg nem találkozik a fogtechnikus a pacienssel, de vannak olyan rendelők, aki a fogtechnikai laborral együtt van. Tehát ha valami probléma van, az orvos áthívja a fogtechnikust, hogy nézze meg. Na most a fogtechnikusnak sok olyan dolgot kell tanulni, például anatómiát, ami majdnem orvosi szintű, de csak kimondottan a fej és a rágó képességgel foglalkozó része. És mi egy lenyomatból, ami ugye a negatív mása a szájnak, azt kiöntjük gipszel, és akkor megkapjuk úgymond a pozitívot, arra dolgozunk. És hány év alatt lesz valaki fogtechnikus? A fogtechnikus képzés ez most jelenleg úgy van, hogy 2 éves egyszer, és ezzel gyakornok lesz, és utána egy plusz év ráképzés, és akkor kapja meg a fogtechnikus végzettséget az illető. Fantasztikus. Erzsike, köszönöm szépen. Holnap is tetszik jönni? Holnap nem. Holnap más kolléganővel találkozunk. Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy találkoztunk, és sok sikert kívánok, főleg az új növendékekhez. Norbika, bírod még?